A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja 30 évvel ezelőtt, 1991-ben alakult Komáromban. Karitatív tevékenységgel kezdte el működését, napjainkban is adományok gyűjtésével, rászorulók támogatásával foglalkozik. Városunkban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt a két intézmény egymás munkáját segítve működik. A Jedlik utcában található komáromi csoport vezetője Horváth István. A Szőnyi város részben a Kossuth Lajos utcában működő Magyar-Máltai Szeretetszolgálat fogyatékosok nappali intézménye, és sorstárs támogató szolgálat új vezetője pedig Ravaszné Takács Márta. Intézményvezetői feladatokkal már 2020 tavaszán megbíztak, hiszen Gabi betegségéből kifolyólag így alakult a dolog. Nagyon bíztunk a gyors gyógyulásban, sajnos elveszítettük őt, így szeptembertől lettem én intézményvezető. Én 2000-ben végeztem szociálpedagógia művelődés szervező szakon, és már akkor eldöntöttem, hogy én szociális területen szeretnék dolgozni. 17 évig dolgoztam a gyermekvédelmi szakellátásban, és később családi okokból kifolyólag döntöttem, hogy elhagyom azt a munkahelyet és váltok, mert fontosabb volt számomra, hogy közelebb legyek a gyermekeimhez, az időm nagy részét ne az utazást tegye ki, és az időtájt költözött ide a Táncsics utcából a Kossuth utcába a nappali intézmény, és szerencsére sikerült terápiás munkatársként ide kerülnöm. A főiskola elvégzése után már eldöntöttem, hogy szociális területen szeretnék dolgozni, de úgy kifejezetten, hogy fogyatékkal élőkkel ez így nem volt tervben. Ezt az élet így hozta, hogy ide kerültem, de nagyon jól érzem itt magam. Igazából gyakorlati embernek gondolom magam, tehát én inkább vagyok az ellátottak körében, és szervezem a programot, és kreatívkodunk, és fejlesztem őket, mint hogy a számítógép mögött meghatározott időre beadványokat készítsek. Ez egy kicsit más. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy olyan kollégák vesznek körül, akik segítik a munkámat, és amit én kitalálok, ők maximálisan mögöttem állnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy a sikerélmény elérésében, hogy nem szabad túl magasra emelni a lécet, viszont azt muszáj minden nap átugornunk, mert ez visz előre. Apróbb sikerélmények érnek minket folyamatosan, ha csak arra gondolok, hogy az ellátottjaink nagyon szeretnek hímezni, és a támogatóknak a viszonzását másképp nem tudjuk meghálálni, megköszönni, csak az ellátottjaink által készített ajándékokkal, és ilyen volt karácsonykor is, amikor hímzett képeslapokat küldtünk ki, és a Facebook oldalon megjelent, hogy egy adott személy megkapta ezt az üdvözlőlapot, és leírta, hogy milyen csoda, hogy nem tudja, ki készítette, de az a szeretet, ami benne van, az átjött, és elég nekünk ez sikerélménynek. Ravaszné Takács Márta az elmúlt évekről, az intézmény kialakulásáról és múltjáról is beszélt. 2001-ben a Máltai csoport kapott egy részingatlant a Táncsics utcában, és az előző intézményvezető Szalai Gabriella, illetve Horváth István gondolt egy nagyot, és azt gondolták, hogy egy olyan foglalkoztató csoportot szeretnének létrehozni, ahol a fogyatékkal élőket egy helyre össze tudják gyűjteni, és egy kicsit fejlesztik őket. Hatalmas terhet vettek le ezzel a szülők válláról, akik így 4 órában tudtak munkát vállalni, bevásárolni, ügyeket intézni, ez alatt az idő alatt pedig biztonságban tudhatták gyermekeiket. Ahhoz, hogy a foglalkoztató folyamatosan fejlődjön, támogatásra volt szükség. Folyamatosan pályáztak, így 2004-ben megalakult a Sorstárs támogató szolgálat, 2005-ben pedig kialakult a Fogyatékosok Nappali Intézménye.
A Fogyatékosok Nappali intézményéről is sokat lehet hallani, hiszen városi, kulturális, illetve sportrendezvényeken részt szoktunk venni a fiatalokkal. Amiről viszont sokan nem tudnak, hogy van a városban támogató szolgálat, állami finanszírozású, és egy hiány tevékenységgel foglalkozik. A személyi segítők otthonukban keresik fel a fogyatékkal élőket, és heti terv alapján foglalkoznak velük. Legfőképp az idejük nagy részét ügyintézési feladatok teszik ki, illetve receptírás, gyógyszerkiváltás, bevásárlásban tudnak segíteni a gondozottaknak. A sorstárs támogató szolgálatnál 25 családhoz járnak ki a személyi segítők. A Fogyatékosok Nappali intézményében jelenleg 31 beiratkozott ellátott van. Közülük valaki csak 4 órát tölt az intézményben, de van, aki egész nap itt van. A fiatalok láthatóan nagyon jól érzik magukat kis közösségükben. Ott létünkkor hóembert építettek, de szívesen kézműveskednek, hímeznek, varnak, színeznek, sőt az elmúlt időszakban egy bábjátékban is szerepeltek. Lehetőségeinkhez mérten tervezünk és szervezünk is itt intézmény falain belül programokat, ami viszont nagy álmom, hogy a két intézménynek az ellátottjait egy kicsit közelebb hozzam egymáshoz, tehát a támogató szolgálatnak az ellátottjait, illetve a Fogyatékos Nappali intézményünknek az ellátottjait. Akár gondolok egy zsíros kenyér partira nyáron, ahol az idősebbektől tanulhatnak a mi ellátottjaink, vagy gondolok például olyanra, hogy amit betanultak a nappali intézményes ellátottak, például karácsonykor, anyák napján, vagy idősek világnapja alkalmából, azt azzal meglepni őket, és akkor egy kicsit közelebb kerülnének egymáshoz.